21. alkalommal nyitotta meg kapuit a Nemzetközi Nyári Egyetem az Európa Házban. A rangos rendezvény sorozat témája a mai Európa jövőjének alternatíváit vizsgálja neves professzorok és kutatók előadásaiban. Európa valóban, ahogy mi ismerjük, bizonyos értelemben olyan válaszút előtt áll, hogy az egyik lehetséges válasz az, hogy szétesik, darabjaira hullik, és akkor kezdhetjük előről az integrációt. Ez sem feltétlenül tragédia, de nagyon megfontolandó, hogy ebbe az irányba menjünk-e. Ha nem ide akarnánk menni, nem ebbe az irányba, akkor valami egészen radikálisan mást kéne kitalálnunk. A tanácskozás jelentős részben erről is fog szólni. A Nyári Egyetem kulturális kiegészítő programjainak keretében szemtől szemben a szombathelyi és a kőszeki zsidóság történetével címmel nyílt időszaki kiállítás. Az egységes magyarországi izraelita hitközség, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Kőszeg, valamint a szombathelyi zsidó hitközség támogatásával megvalósult kiállítás a modern Szombathely és Kőszeg 19-20. Századi történelmének egy ezidáig rejtve maradt virágába nyújt érzékeny és izgalmas bepillantást, további adatokkal bővítve a szombathelyi kiállítást. Azt gondolom, hogy a szemtől szemben talán a 2 éves fennállásának, vagy a megszületésének egy újabb állomásán vehetünk most részt, illetve vehetnek részt az ide látogatók, ahol a szemtől szemben képek az elhúzott szombathelyi zsidóság történetéből című kiállítást láthatják, illetve abból egy válogatást, annyiban plusz ez az időszaki tárlat itt a Zwingerben, hogy a kőszegi tematikákat is dolgoztunk fel. Az elkövetkező 2 hét során a rendezvény résztvevői megismerkedhetnek az európai krízis kérdésével, a demokrácia alternatíváival vagy a migrációs válsággal.